Kedves és tisztelt szervezők, először is hadd köszönjem meg a munkájukat, munkátokat, hogy egyrészt ilyen szép időt hoztatok, másrészt pedig, hogy a város minden területéről hívtatok embereket, és ez szerintem ez a legcsodálatosabb ebben a mai napban, hiszen 93 évvel ezelőtt nem túl szép történetnek voltunk elődeink, az átélői, amikor is Magyarország területe az egyharmadára zsugarodott, és Magyarországnak a lélekszáma kétharmadával maradt csak meg, egyharmada elveszett. És nyilván ez a nap sok-sok embernek, főleg a határon túli élő embereknek a lelkébe ott van, de valamit azért mégiscsak kell tennünk, hogy fölülírjuk ezt a mostani szomorúságot, élethelyzetet, és ilyen értelemben egy közös esemény, egy közös sportolás, ahol itt vannak a fogyatékossággal élő fiatalok, lányok, fiúk, hölgyek, urak egyaránt. Itt vannak azok a nevelő gondozók, akik nap mint nap, hétről hétre foglalkoznak velük sok szeretettel, esetleg hozzátartozóik is. És itt vannak azok, akiknek sokszor pedig szurkolunk különböző meccseken, legyenek focisták a Videotonból, legyenek kézilabdások, legyenek jégkorongosok, legyenek kosárlabdások is, akiknek ezúton is hagy gratuláljak a bajnoki címért, és más-más iskolából is, akik érkeztek, azt az összetartozást mutatja, hogy mindegy, hogy ki hova született. Mindegy, hogy milyen állapotban és gondolattal él a fejében, milyen egészségi élethelyzetben és életállapotban van, a legfontosabb az, hogy közösen tudjunk örülni, akár a természetnek, akár a mozgásnak, akár pedig azoknak a szépségeknek, amelyet a mindennapok megadnak nekünk. Én ehhez kívánok nagyon jó sportolást, én is megpróbálok beállni egy csapatba, remélem olyanba hívtok, amelyik egy kicsit lassabban fut, ha pedig nem bírom, akkor segítetek, támogattok, mert nyilván azokkal a fiatal sportolókkal, akik most itt vannak, jó erőben, velük nehéz lesz fölvenni a versenyt, de igazából ez a verseny valóban az összetartozásról, és nem egy-egy győztesről fog szólni. Még egyszer köszönöm a szervezést, köszönöm ezt a meghívást. Istenem, jönnek! Mondtam, hogy mi van, hogy így.